A Vikár Sándor Zeneiskola műsorával nyitották meg a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepséget a megyeházán. Kossuth Zsuzsannának, a magyar ápolás nagyasszonyának az 1848-49-es szabadságharc alatt nyújtott ápolói tevékenységére emlékezve ünneplik meg és ismerik el évről évre a magyar ápolókat. Az ápolók nélkül egy egészségügyi intézmény nem létezhet. Szinte azt kell mondjam, hogy ők azok a munkatársaink, akik meghatározzák egy intézménynek a arculatát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetem oktató kórház minden dolgozója és minden ápolója gyakorlatilag ezen a napon egy képzeletbeli ünnepségen vesz részt. Azok is, akik most nincsenek itt, hisz a betegágy mellett dolgoznak, és az a 25 ember, aki most kitüntetésben részesül, ők valami olyan plusz tettek hozzá, ami fölhívta a figyelmet az ő munkájukra. De természetesen a többi ápoló előtt is fejet hajtunk ezen a napon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon szép és nagyon jó kezdeményezés volt Magyarország kormány részéről, hogy most már 6. éve Zsuzsanna napon, Kossuth Zsuzsanna emlékére ezt az ápolók napot, ünnepséget megtették, és létrehozták. Én azt hiszem, hogy a intézményünk a maga erejéből mindent megtesz az ápolóknak a megbecsülése érdekében, illetve hát azért azokat a dolgokat, amelyek várhatóak lesznek, tehát akár a béremelés kapcsán, kormányzat is mindent megpróbál megtenni. Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 25 dolgozója vehetett át kitüntetést. Ilyenkor a közvetlen munkahelyi vezetők ajánlását figyelembe véve döntik el, hogy kik érdemlik meg leginkább. Az elismerés azoknak jár, akik munkájukkal és hozzáállásukkal is példát mutatnak kollégáiknak. Az egyik kitüntetett Balogh Béláné volt, aki nagyon örült az elismerésnek. Kiemelte, ő mindig próbálja magából kihozni a maximum. Nyíregyházán dolgozom a Jósa András kórházban, a pszichiátrián, 96 óta dolgozom a kórházban. Először Nagykállóban dolgoztam, aztán átjöttem ide a nyíregyházi osztályra, a pszichiátria osztályra. Igazából nekem ez egy gyerekkori álmom volt az, hogy én ápoló legyek. Szüleim, illetve édesanyám nem igazán szerette volna, de hagyta, hogy én a saját utamat járjam. Úgyhogy én már középiskolában is az egészségügyi középiskolában jártam, és végül is maradtam is hű ehhez a pályához. A díjazottak ünnepélyes keretek között vették át az elismeréseket.